A Tolna megyei álláskeresők körében magas, 45%-os az alacsony iskolázottságúak aránya. A jó munkahely megszerzéséhez pedig kell a megfelelő szakképesítés is, ugyanis a szakképzetlenek foglalkoztatása továbbra is nehézségekbe ütközik, mert a cégek kevés munkakörben tudják alkalmazni őket, mondta Németi Ágnes, a Tolna megyei kormányhivatal társadalombiztosítási és foglalkoztatási főosztályának vezetője. Ezért a foglalkoztatási szakterületek folyamatosan képzéseket szerveznek, ahol a regisztrált álláskeresőknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy különböző tanfolyamokon szakképesítéseket szerezzenek. 2020-ban változni fog a szakképzési rendszer, és ennek kapcsán a jelenleg hatályban lévő képzési jegyzékünket, amin éppen most 32 szakirány van fenn, tervezzük bővíteni, újabb 17 szakirányt szeretnénk feltenni rá, ez a tavasz folyamán megtörténik. Így az álláskeresők összesen 49 féle tanfolyamot végezhetnek el az álláskeresőként, és tudnak bekerülni az elsődleges munkaerőpiacra. A munkáltatókkal egyeztetve 49 olyan szakirányú képzéssel várja a foglalkoztatási osztály az álláskeresőket, amelyek elvégzését követően akár 80%-os eséllyel tudnak elhelyezkedni az álláskeresők. Mindenképpen be kell menniük a foglalkoztatási osztályokra, a területileg illetékes foglalkoztatási osztályt keressék meg, regisztrált álláskeresővé kell válniuk, és az ottani ügyintézővel tudják megbeszélni, hogy éppen milyen tanfolyamokat tervezünk indítani. Fontos, hogy a tanfolyam, ami az álláskeresőt érdekli, fenn legyen a képzési jegyzékünkön, amit a Tolna megyei kormányhivatal honlapján meg lehet tekinteni, és nagyon fontos az is, hogy összejöjjön az a létszám, ami a képzőnek feltétlenül szükséges a képzés elindításához. Azok a tanfolyamok, amiket tavasszal indítunk, nagyon fontosak a város számára, például a szociális gondozó és ápoló, illetve az egészségügyi ápoló, őket folyamatosan 60, illetve 80%-ban fel tudják venni a helyi gazdálkodó szervezetek, többek között a Tolna megyei önkormányzat Balassa János kórháza. Emellett a villanyszerelő és a hegesztő, amelyek szintén hiány szakmák, szinte a tanfolyamon végzett, sikeresen levizsgázott hallgatók mindegyike el tud helyezkedni. További támogatás, hogy amíg tart a szakirányú képzés, az alatt az álláskereső keresetpótló juttatásban részesül. Ez a minimálbér 60%-a. A legtöbb tanfolyamot Szekszárdon indítják, ezért akik falvakból ingáznak, az úti költség 100%-os megtérítésére is van lehetőség. Ez pedig azért fontos, mert a tanfolyamok nagy része Szekszárdon bonyolódik. Előfordulhat, hogy 2-3 hónaptól, akár 10-12 hónapig is terjedhet. Nagyon fontos, hogy a régi OKJ szerinti képzéseket 2020. december 31-éig tudjuk csak elindítani. Utána már az új képzési rendszer szerint kell tanulniuk, és csak részszakképesítéseket tudnak megszerezni nálunk a hallgatók.